mindenki emlékeztek még a múlt heti lightroomos videómra, nem? Akkor mindenképpen nézzétek meg, mert lehet, hogy ez egy kicsit érthetetlen vagy furcsa lesz így elsőre, ha nem láttátok az előzőt. Ha viszont láttátok már, akkor folytassuk ugyanazt a témát, ugyanis még egy picit hozzá szeretnék tenni ehhez a dologhoz, amit a múlt héten elkezdtem. Nagyon hasonló lesz ez a módszer is szerintem a továbbfejlesztett változata az előzőnek. Ugye már ott is láttuk, hogy milyen különbségek lehetnek, ha nem pusztán itt ezeket a csúszkákat kezdjük el húzogatni, teljesen mindegy, hogy itt a Tone Curve vagy a Basic részben a Highlights, Shadows és a társait, hanem megpróbálunk állítani ezeken a tartományokon, és itt a Tone Curve részben, ugye a developban vagyunk, és a Tone Curve alatt, Lehetőségünk van, hogy itt a görbe ablakon Állítsunk a különböző tartományokon. Az előző részben az volt a nagy megfejtés, hogy itt a csúcsfényeket és a sötéteket visszább húztuk, így egy lágyabb átmenetet, egy lágyabb esbetűt kaptunk abban az esetben, hogyha egy nagyon durva világosság kiegyenlítést szerettünk volna a képünkön. Ebben az esetben szintén egy hasonló megoldásunk lesz, miután ezt visszaállítottam, de a sötéteket normál értéken hagyjuk, vagyis itt a 25-ösön, csak a csúcsfényeket toljuk el egészen 90-esig, és a középtónusokat is, ameddig lehet 80-asig lehet tolni, tehát a két jobboldali csúszka, vagy ilyen kis jelölő kerül teljesen a jobb szélre, ameddig csak lehet, hát tovább nem is lehet őket tologatni, hiába szeretném. És ebben az esetben hogyha például állítunk a lights-on, tehát csak a világos területeken, nem a highlights-on, csak a lightson, tehát annál azért egy picit sötétebb területek, mint a csúcsfények. Ezt akár mínusz százasra is húzhatjuk. Állítunk a shadows-on, ami lehet egészen durva, tehát lehet plusz százas érték, világosítunk rajta, és módjával állítunk mondjuk a sötéteken is, a darks részen, ugyebár a legnagyobb tartományunk, ahogy látjátok, ez a Darks tartomány, tehát ez fogja a legnagyobb változást előidézni. Hát adjunk még neki, legyen ez ilyen 50-es érték körülbelül, be is írom ide, hogy egészen pontosan 50-es legyen. Ennek olyan nagy jelentősége nincs egyébként, hogy hanyas, ízlés dolga, csak könnyebb lesz megjegyezni ezeket az értékeket, mert megcsináljuk úgy is, hogy ezek a jelölők nem itt vannak, hanem a normál helyzetükben. Tehát egy egész szép változást értünk el az eredeti képhez képest, ami ilyen volt, visszahoztunk valamit az égnek a világosságából is, és itt a sötétek is egész szépen kezdtek világosodni, és valamennyit azért a színekből is megtartottunk, amit említettem korábban, hogy elkezd színtelenedni bizonyos tartomány, az sajnos még itt is előfordulhat, de mondjuk itt a Vibrance-nél vagy a Saturation-nél állíthatunk egy kicsit a színeken, tehát erősebbre vehetjük, és talán akkor visszahoz valamit, vagy pedig egy különálló ecsettel, mondjuk itt az Adjustment brush beállítjuk, hogy a saturation legyen csak hatással a képünkre, és akkor elkezdjük itt egy kicsit a szaturációt növelni. És nézzük meg, hogy milyen ugyanezekkel a beállításokkal, hogyha nem változtatunk, hát ezt itt leokézzuk, tehát ha nem változtatunk ezeken a beállításokon. A lightzunk az mínusz 100 volt, a shadowzunk plusz 100 volt, és ez pedig 50 vagy 50-eshez közeli érték. Beírom ide is, hogy egész pontosak legyünk. Ahogy látjátok, ez egy sokkal laposabb. Igaz, itt jobban megmaradtak még mindig a színek, például itt az égnél, de ez egy sokkal laposabb, itt az épületnél lehet látni, hogy ugyanezek a beállítások nem eltolt csúszkákkal, és ugyanezek a beállítások eltolt csúszkákkal. Az épületünk sokkal természetesebb, nem egy ilyen szürke tömb, hanem vannak igazi részletei. Tehát kirajzolódnak a részletei, és nagyjából úgy, ahogy ezt elvárnánk. Míg ennél, itt ugyan hasonló az eredmény a sötét részeknél, de például itt a középtómusokban azért ez szerintem nem túlságosan szemedgyönyörködtető. Arról nem is beszélve, hogy például itt mennyire szürkülnek ezek a részek, itt pedig, bár ugyan egy picit szürkülnek, de azért valamennyivel természetesebb, mint ez. Tehát megint ez a trükkös megoldásunk, ez pedig a normál beállítás. Így néz ki mind a kettő nagyba. Tehát ez a trükkös beállításunk eltolva ezt a két csúszkát, és nagyjából ezek a beállítások, de persze kísérletezzetek valami sajátot ki, és ez az eredeti beállítás. Na nem szerettem volna kihagyni ezt a kis mellékzöngét, ez még oda kívánkozott volna a múlt be, csak aztán később rájöttem, hogy ezt is megmutathattam volna. Nem baj, így legalább egymás után megnézhetitek a kettőt, és kiválasztjátok, hogy melyik az, ami szimpatikusabb, de mindenképpen játszatok ezekkel a csúszkákkal is, hiszen elég drasztikus, elég durva eredményeket érhettek el ezeknek a használatával. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a türelmét, aki végignézte a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve fel is iratkozhattok a csatornámra, és hogyha bármilyen kérdésetek van, azt igyekszem megválaszolni, hogyha megteszitek itt a kommentek között. Sziasztok!